János evangéliuma, 8. fejezet, az, amit keresünk meg ma délelőtt. Az utolsó része a 8. fejezetnek következik ma reggel, a 48. verstől fogjuk olvasni, és ahogy énekeltük ezt az éneket, ez a téma, hogy nagy, ő nagy Isten, nagyobb, mint akinek Ábrahám mondta magát, nagyobb, mint az elődeink, nagyobb, mennyire nagy ez az Isten. Szeretném, hogy ahogy énekeltük, megnyílna a szemünk, és meglátnánk ma, hogy mennyire nagy ez az Isten. Álljunk fel, és így olvassuk a 48. verstől, tehát János evangélium a 8. fejezetének a 48. versétől olvasom. Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, s ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt. A próféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak, kinek tartott te magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. Pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. Zsidók erre ezt mondták neki. 50 éves sem vagy, s láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Imádkozzunk. Isten, köszönjük a te igédet, hálát adok azért, Uram, hogy a kezünkbe tartatjuk, hogy olvashatjuk, Uram, és az a vágyunk, hogy ezen a mai délelőttön, Istenem, valóban megérinthess minket, és megláthassuk azt, hogy ki vagy te, hogy milyen hatalmas, milyen nagy vagy, hogy mit jelent az, hogy nagyobb vagy, mint amit el tudnánk képzelni. Arra kérlek, Atyám, hogy a te drága lelkeden, szellemeden keresztül ma délelőtt te legyél az, aki a szívünkre beszélsz, és Uram, mi szeretnénk ennek engedelmeskedni is, és megtartani azt, amit megmutatsz nekünk. Amen. Foglaljunk helyet. Az elmúlt alkalommal szintén még János evangéliumát tanulmányoztuk, és azt a témát vizsgáltuk meg, az volt a címe a délelőttünknek. Kérek egy kis segítséget, mert most most már jó lesz. Tiszta apja ez a gyermek. Azzal foglalkoztunk, hogy Jézus, amikor a farizeusokkal beszélt, akkor nem arról beszélt velük, hogy miért viselkedtek így, máshogy illene viselkedni, máshogy kellene dolgokat tenni, hanem arról szólt az egész beszélgetés, hogy én az atyától jövök, azt teszem, amit az atyától láttam, mert ő az atyám. És Jézus nem lepődött meg azon, amit tesznek, mert azt mondta, hogy a ti atyátok az ördög, ezért azt teszitek, amit az ördögtől láttatok. Hazudtok, loptok, gyilkoltok, gyűlölettel vagytok telve. És azt láttuk meg ebből az ige szakaszból, hogy Jézus nem arra hegyezte ki a történetet, hogy a viselkedésen kellene változtatni, hanem azon, hogy az édesatyán. És ezt nagyon fontos megértenünk, hogy nem egy erkölcsi javítást hozott, nem egy szervizpakkot hozott el Isten, hogy egy kicsit jobban próbálkozzunk, hanem egy édesatyát cserélt. Átvitt az ő szeretett fiának az országába, és örökös társakká tett minket. És megnéztük ennek a következményeit, hogy mit mondott Jézus, hogy nincsen helye az én beszédemnek bennetek. Meg megnéztük azt, hogy azt mondta, hogy azért nem halljátok az Isten beszédeit, mert nem tőle vagytok. És ez nagyon-nagyon fontos kérdés,
hogy az én édesatyám az Isten. Hogyha ez igaz, akkor el fogják tudni rólam majd mondani, hogy tiszta apja ez a gyerek, ahogy él, ahogyan cselekszik. Hát az apját látom benne, ahogy egyre inkább kezd rá hasonlítani, és hogy telik az idő, látom az atyának a vonásait benne. És ez az új szövetség, ez a megszentelődés, hogyan az Isten belülről, az ő génjein, az ő örökségén keresztül formál minket az ő képmására. És a mai téma, ahogy ígértem, az az, hogy Jézus nagyobb. Kinél? Minél? Mit kell ez alatt érteni? De mielőtt rátérnénk erre az igére, csütörtökön, mikor a jelenések könyvét most tanulmányozunk, és az efézusi gyülekezetnek írt levélhez jutottunk el, felfedeztük, hogy mennyire mélyen hasonlít a farizeusoknak az élete és a gondolkodásmódja ahhoz, amit az efézusi gyülekezetnek mondott Jézus. Mit mondott nekik Jézus? Megdicsérte őket sok területen. Azt mondta nekik, hogy tudok a te álhatatosságodról, kitartásodról, sőt, még olyan dicséretet is kapott Jézustól, hogy megvizsgáltad azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok. És hazugnak találtad őket. Sőt, gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, ahogy én is gyűlölöm. Tehát Jézus több területen is megdicsérte ezt a gyülekezetet. Egyetlen területen marasztalta el. Mi volt ez az egyetlen terület? Az első szeretet. Azt mondta Jézus, hogy egy panaszom van ellened, nincs meg benned az az első szeretet. És döbbenetes, ahogy Jézus folytatja, sok mindenben megdicsérte őket, ez az egy volt, amiben elmarasztalta őket, és azt mondta, hogy térj meg, nézd meg, hogy honnan estél ki, ha ez nem történik meg, akkor mi fog történni? Kimozdítom a te gyertyatartódat. De engem teljesen sokk volt, mikor ezt felismertem, hogy az efézusi gyülekezet, hogyha most ebben a korban élnénk, azt mondanánk, hogy ez a gyülekezet működik kitartással, álhatatosan, szépen olajozottan megy a gyülekezet, nehéz korszakban élnek, de mégis megvannak az alkalmak, folyik az élet, megy minden, sőt, biblikusan korrekt, helyes tanítások szólnak, megszűrték a tévtanításokat, tehát elképesztő dolgokat mond Jézus erről a gyülekezetről, egyetlen területen marasztalt el a gyülekezetet, azt mondta, hogy nincs meg ez az első szeretet. És ez az egy hiányosság elég volt ahhoz, hogy Jézus azt mondta, hogyha ebben nem lesz változás, akkor ki fog mozdulni a gyertyatartó. Miért veszi Jézus ennyire halálosan komolyan ezt? Ott annak a farizeusok, nem? Látjuk a vitájukat már egy jó ideje. Nagyon kényesen olvassák a törvényt, memorizálják a törvényt, böjtölnek, és nem rossz szándékkal teszik ezt. De valami hiányzott belőlük, ami miatt Jézus azt mondta, hogy meszel sír. Kívülről szép, jó, de belül valami élet hiányzik, a halál van ott. Képzeljünk el egy labdarúgó mérkőzést, hatalmas, csodálatos nagy stadionba, sok ezer néző, szurkoló, teltház van, élő közvetítés van, a legjobb bemondó közvetíti a mérkőzést, felállt a két álomcsapat, minden tökéletes, egyetlen apró bökkenő, hogy nincsen labda. És azt mondanánk, hogy hát de, na, a stadion szép, szép nagy, sokba került, sok az ember, sok a szurkoló, teltház van, álomfocisták vannak itt. Mi kell még a focihoz? A labda. Anélkül nem fog menni. És látjuk, hogy Jézus szerint az első szeretetnek a tüze, az nem egy kellék a gyülekezetben, hanem az alapkő, ami ha hiányzik, ha nincs meg, akkor nem lehet elkezdeni a labdarúgást. És ezt kell, hogy nagyon meglássuk, amikor olvassuk a farizeusokat, és így csóváljuk a fejünket, hogy lettek ezek ilyen kemény nyakú emberek, hogy nem látták ezeket a dolgokat. Hogy az Isten egy tükröt tart elénk, hogy ott van az első szeretet bennem. Lehet, hogy rutinosan mennek már a dolgok az életemben. Lehet, hogy olajozottan megy a szolgálat. És lehet, hogy jól ismerem az igét. Korrekt, biblikus látásom van. De ott van az Istennek a szeretete a szívemben. És kell, hogy ezt egy kicsit megnézzük, mert akikkel most Jézus beszélgetett, pont egy ilyen probléma volt, hogy nem ismerték az Istent. Ismerték az Isten írásait, ismerték az Istennek a történelmét, ismerték az Isten ígéreteit, ismerték a messiási proféciákat, csak nem ismerték fel a messiást. És amikor Jézus velük beszélget, akkor ő
Már egy jó néhány dolog elhangzott, hogyha csak az előzőre visszagondolunk, ugye Jézus azt mondta nekik, a szemükbe nézve azt mondta, hogy az ördög az atyátok. Tehát csodáljuk, hogy még ekkor nem akarták megölni, de ahogy folytatódik a történet, nem sokára olvasjuk, hogy köveket ragadnak, hogy megöljék. És ahogy elkezdtek beszélgetni, és folytatták ezt a nagyon kényes vitát, Jézus elmondta azt, hogy ő tiszteli az atyát, ismeri, és ezért megtartja az atyának a parancsolatait. És azt mondja Jézus, hogyha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Farizeusok el tudom képzelni, akár nevetve hallgatták, hogy micsoda? Miről beszél ez a valaki? Hát eddig még csak úgy nem értettünk vele egyet, de most kibújt a szög a zsákból, meg hogy Ábrahám, hát ez még egy kis 30 éves valaki, hát nem számít, ő még tekintélyes kornak igazából, épp hogy csak férfi korba lépett. Hát mit akar ez mondani Ábrahámról, meg aki benne hisz, az nem ízleli meg a halált? Miről beszélsz te? És néztek rá, hogy micsoda, miről van itt szó? És Jézus a szemükben néz és azt mondja, hogy aki én bennem hisz, az nem fogja megízlelni a halált. És hogy eljön a téma, ugye, hogy hát nagyobb vagy te? Nagyobb vagy te? A prófétáknál? Zárójelben megjegyezzük, akiknek zömét ők ölték meg. Jézus mondta, hogy hányszor próbáltalak ugye titeket magamhoz téríteni, és öltétek, gyilkoltátok a prófétákat, tehát most kiszépült hirtelen a múlt, de azt mondja, nagyobb vagy te a nagy prófétáknál? Nagyobb lennél te a hit ősatyánál? Aki ott van fent mindennek a tetején, a mi elképzelésünkben, Ábrahámnál? Hát nagyobb lennél te? Hát kinek képzeled te magad? És itt egy nagyon fontos mondat, amit kell, hogy ma meglássunk. Kinek képzeli magát Jézus? Mert ő azt mondja, hogy nagyobb. Hogyha arról beszélünk, hogy nagy, hogy valami nagy, valami nagyobb, és van valami legnagyobb, hadd hozzak erre néhány példát. Pécel egy nagy város. Annak, aki tanyáról költözött ide. És azt mondja, hogy eddig én éltem a kis utcánkban, ahol volt nekünk egy ház, a Pista bátyáméknak, meg a Jóskáéknak, és akkor mi voltunk hárman a tanya. Nagyszülőmnek is sokat voltunk a tanyáján, úgyhogy tudom, hogy milyen a tanyán élni, és bementünk a városba, utána hazamentünk, Újfehértó egy tizenvalány ezres kis település volt akkor, fú, hát itt micsonya nyüskés van. Itt az emberek rohannak, mennyi ember, és mennyit nem ismerek közülük. Aztán felkerültem Budapestre, és azt mondtam, hogy na, hát ez már nagy. És hogyha nézzük mondjuk Pécelnek a lakossága mennyi? Hát most ebből nem akarok szakadást gerjeszteni, de valami 16-18 ezer ilyesmik hangoztak el. 2018-as adat szerint olyan 16.017 körül van, de hát ezt már kiköveti, meg ki tudja, ki van ide beírva, meg stb. Pécel egy nagy város, mondhatjuk, nem? Gödöllő nagy város? Gödöllő nagyobb? Kérdezem mondjuk azokat, akik Zoárékot laktok most. Nagyobb Gödöllő? Nagyobb. Olyan 30-31 ezer. Debrecen az nagy város? Nagyobb, 200 ezer. Tokió nagyváros. 13 millióval vezeti ma a nagyvárosok listáját. És képzeljük el, hogy azt mondom, hogy ma Tokió a legnagyobb város, és valaki még sose járt Tokióba, és kérdezi tőlem, hogy nagyobb, mint a tanya, ahol éltem? Igen. Nagyobb, mint Pécel? Igen. De az nem lehet, hogy Gödöllőnél is, de nagyobb Gödöllőnél. De azért a fővárosnál nem lesz nagyobb Budapestnél, de nagyobb. Tehát a legnagyobb az azt jelenti, hogy semmit nem fogsz találni ezen a világon, ami nagyobb lenne, mert ő a legnagyobb. Tokió a legnagyobb, ő vezet. Nem fogsz tudni találni olyan várost, amire azt mondanád, hogy nagyobb. És Jézus itt ebben a beszélgetésben felfedi magát, és arra mutat rá, hogy van nagy, van nagyobb, és van Jézus. Ő a legnagyobb. Nincs más. Nincsen más, aki rajta kívül nagyobb lenne. Ő a tető. Ő a plafon. És a farizeusok gondolkodnak, hogy na de várjunk, voltak proféták, ők nagyok voltak. Igen, a proféták nagyok voltak. Na és Ábrám, ő is nagyon nagy volt. De nem a legnagyobb. És amit itt Jézus felfed magáról, hogyha itt most valami nagyon fontos dolgot megértünk, az képes megváltoztatni az egész életünket. Hogy Jézus nem csak nagy, nem csak nagyobb. Jézus a legnagyobb. Kaptam nemrég a barátomtól egy fotót, elküldte, nem tudom mennyire látszik ott a kivetítőn, azt próbálja bemutatni, ahogy Dávid,
a kis termetével kihúzva megáll Góliát előtt, Góliátnak szinte le kell hajolnia, hogy lássa Dávidnak az arcát, de Dávid valamivel tisztában van, amivel még Góliát nincs, de nem sokára tisztában lesz, hogy van, aki nagyobb Góliátnál. A többi izraeli katona oda jutott, hogy mi nagyok vagyunk, legalábbis nagyobb, mint Dávid, de van egy nagyobb, mint Góliát. Hát Góliáttal nem gyűrünk el. Dávid volt az, aki tudta azt, hogy igen, Góliát nagy, életemben nem láttam még akkor embert, de van egy legnagyobb, akinél nem lehet nagyobb, mert ő a legnagyobb. És Dávid látta, talán hittel, nem tudom, hogy de olyan bizalma volt már az Istenben, hogy tudta azt, hogy ki ez a körülmetéletlen, hogy szembe mer jönni nem velem, hanem az élő Istennel. Jézus nagyobb. És hadd kérdezem meg most, kicsit tegyem személyessé, hogy az életedben így gondolkodsz az Istenről. Tudom, hogy elméletben mindenki így gondolkodik, hogy az Isten, a mindenható, ő ül a trónon, és ezt minden valamire való keresztény alá tudná én, hogy ez így van, ő az Isten. De gondoljak vissza az elmúlt hetemre. Gondoljak vissza arra, amikor problémákba ütköztem. Gondoljak vissza arra, amikor megoldhatatlan helyzetekbe kerültem, akkor hogyan tekintettem előre? Jézus nagyobb, mint a betegségem? Jézus nagyobb, mint a munkanélküliségem? Nagyobb, mint a társkeresésbe való kudarcaim? Jézus nagyobb, mint a saját életemnek a buktatói, és mindaz, amit elrontottam? Kicsoda neked Jézus? Két területen is látjuk Jézust. Az evangéliumban látjuk azt, ahogyan megalázta magát, és ami elképesztő, hihetetlen módon megalázta magát azon keresztül, hogy emberré lett. Nemrég erről beszélgettünk egy csoportban, és végig gondoltam, hogy hát én nem szívesen lennék megint kisbaba. Látni azt, hogy tanulni, kimondani hónapokig azt, hogy apa, és nem jön az a P betű, és nagyon próbáljuk, de nem, és annyi nyilván felnőttként visszamenve, annyi megalázó dolog lenne, ahogy én futni szeretnék, de még a lábam nem engedelmeskedik, és csapkod a kezem, pedig meg akarom fogni azt a dolgot. Teremtő Istennek, aki karácsonykor beszéltünk arról, aki kitalálta az univerzumot, és szétszórta a csillagokat az égen, azt tanulni ácsként, hogy kell egyenesen beütni egy szeget. Azt tanulni gyerekként, hogy ki tudja mondani azt, hogy abbá, aki a nyelveket megalkotta. Ennél nagyobb megaláztatásba ő nem mehetett volna bele. És az evangéliumban látjuk Jézust, ahogy a szenvedő messiásként eljön, látjuk Jézust, akit le lehetett kötni, akit meg lehetett csúfolni, akit mesztelenül végig lehetett vonszolni Jeruzsálemen. Ez az egyik, az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. De pont a Jelenések könyve hozza el nekünk azt, a Jézust, akit nézünk csütörtökön, hogy János apostol, aki nagyon közel volt Jézushoz, aki az Isten báránya volt itt a földön, mikor meglátja Jézust, akkor mi történik vele? A lába elé esik, mint egy halott ember. Tehát meglátta Jézus már nem, mint az Isten bárányát csupán, aki hordozza a világ bűnét, hanem meglátta Jézus, mint a júdabeli oroszlánt. Aki mikor megmordul, akkor megretten a föld. Aki amikor megszólal, az ember összeesik. És ez nagyon fontos volt az első gyülekezetnek. A szenvedés kellős közepén látni azt, hogy Jézus jól van, ereje teljébe van, és így fog visszajönni már. De miért beszélek erről? Nagyon fontos az, hogy az életünkben meglegyen mind a kettő része. Meglegyen az, hogy látom Jézust, mint Isten báránya. Látom Jézus, mint aki eljött, megöletett értem, és látom az Isten, mint az én édesatyámat, akihez oda mehetek, akinek elpanaszolhatom a dolgaimat. Látom Jézust, aki azt mondja, hogy barátomnak hívlak most már, és van egy ilyen kapcsolatom az Istennel. És ez nagyon fontos. De kell, hogy lássam őt ereje teljében. Lássam őt úgy, mint egy oroszlán, aki mikor baj van, megmordul. Hogyha ez nincs meg, ez a kép az életemben, és próbálnám csak ezt a részét látni Jézusnak, akkor ez egy nagyon barátságos és mosolygós Jézus lesz, mindaddig a percig, amíg egy olyan nagy bajba nem kerülök, amikor egy oroszlán kellene. És akkor majd keresem, hogy ki fog nekem segíteni. Mert Jézus nagyon kedves, meg aranyos, és olyan jó, hogy itt van nekem, de nekem most egy megoldás kell. Valaki, aki megmordul, és minden elugrik előle. Hogyha nincs meg
számodra Jézus, mint az oroszlán. Hadd bátorítsalak arra ma, hogy nyíljon meg a szemed arra, hogy ki ő valójában. Hadd hozzak megint erre egy példát. Tegyük fel, hogy elmész Párizsra, és látod az Eiffel tornyot, és gyönyörködsz benne, és azon gondolkozol, hogy hát ezt el kellene hozni Pécerre. Ezt a topolyosra ki kellene állítani, olyan szép lenne ott a vasút mellett, a péceli párizsi Eiffel torony, ezt valahogy el kellene szállítmányozni, és hát próbálod végigjárni a bürokráciát, és rájössz, hogy ez nem fog sikerülni. És azon gondolkodol, hogy de akkor legalább hadd legyen már nálam mindig, hogy lehetne ezt, és elmész egy árushoz, és látod, hogy össze lett kicsinyítve ekkorára. És azt mondod, hogy ez nagyon jó, mert ezt magamnál tudom hordani, zsebre tudom tenni, ez mindig itt van nálam. Igen ám, csak hogyha szeretnél felmenni, és a kilátásba gyönyörködni, az nem lesz túl nagy. Ezt lerakod a földre, és ennyit fog rajtad emelni. És nem fogod átélni azt, amit Párizsban átéltél. Hogyha az Istent próbálom megszelídíteni, ilyen picivé, zsebre rakni, és elfelejteni, hogy ő kicsoda valójában, akkor amikor arra lenne szükséged, hogy magas térre állítson téged az Isten, és egy sereg jön ellened, akkor azt fogod észrevenni, hogy hol van ilyenkor Isten. Hol van az a nagy Isten? Amikor szembesülsz egy megoldhatatlan helyzettel, akkor kell, hogy lásd Istent úgy, mint aki azt mondja itt, hogy én vagyok. Nem azt mondja, hogy mielőtt Ábrám lett volna, én voltam, láttam Ábrahámot megszületni, nem arról beszél, hogy én választottam ki, arról beszél, hogy mielőtt Ábrahám már csak lett volna, én vagyok. Érthető, hogy meg akarták ölni azon nyomban, hogy olyat állítani, amit eddig állított, sok minden már piszkálta az órukat, de ilyenért halál jár, hogyha valaki ezt képes mondani. Tudsz-e ma így nézni az Istenre? Hogy benne vagy egy nehéz helyzetben, és azt mondod, hogy Uram, én nem tudom, hogy ez hogy lesz megoldva az életemben. Nem látok rá emberi megoldást, akár, hogy lesz nekem házam, hogy lesz autóm, hogy lesz nekem munkám, hogy lesz nekem feleségem, hogy lesz nekem férjem, vagy nem lehet gyerekem, azt mondták, most mi fog történni? Látod-e Jézust, amikor azt mondja neked, hogy az ősatyák jönnek-mennek, híres lelkészek, prédikátorok jönnek, halnak, és felegezetek távannak és tűnnek el, de én vagyok. Én nem változok. Én vagyok a judabeli oroszlán, aki eljöttem bárányként, hogy a véremet adjam, de erőm teljébe vagyok most. És hogyha egy mindenhatóra van szükséged, akkor az én vagyok. Van-e ilyen hitünk az Istenben? És fel tudom ezt ismerni, hogy amikor benne vagyok, úgymond a kutyaszorítóban, és azt mondom, hogy Uram, itt most valaki kell. Ide egy erős vitéz kell. Ide valaki olyan kell, aki mindennél nagyobb. Látod-e így az Istent? Hogy ő az. Dávid ezért tudta azt mondani, hogy Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthatna? Vannak nagy emberek, de nagyobb nincs, mint az Isten. Vannak nagy szervezetek, és azt látjuk, hogy ez a világ mindig azt akarja, hogy elhiggyük azt, hogy itt minden olyan sziklaszilárd, olyan erős és sokáig fog tartani, örökké tart majd éppen a Szovjetunió, vagy éppen majd az Európai Unió, és látjuk, hogy ezek a birodalmak dőlnek, mint a kártyavár. És eltűnik, már nyomát sem leljük. Ott éltek az első keresztények a Római Birodalomban, és úgy tűnt, hogy minden a Római Birodalomról szól. A császár az a földi isten, és sértetetlen, és teljhatalmú, despotikus uralkodó. Azt mondta egyszer egy tanító, hogy mi lett ma a Római Birodalomból? Mi lett Néróból? A kutyáinkat nevezzük el róluk. Mi lett Tiberiusszal? Akkor említem, amikor Jézus történetét olvasom a születést illetően. Eltűnt, mint egy kártyavár. Pedig az első keresztények azt látták, hogy a Római Birodalom az Isten. Minden a Római Birodalomról szól. Kik vagyunk mi porszem emberek? Egyszerű keresztények, kisebbségben, elnyomásban, üldözésben. Kik vagyunk mi, hogy az Isten bármit is tegyen? Hát itt a római, aki minden hatalom. A Római Birodalom eltűnt. És még sok birodalom azután eltűnt, amik úgy tűnt, hogy soha nem fognak eltűnni. De Jézusnak az országa dübörög erővel előre. És ereje teljébe van. Jézus királysága ezen a földön nem fog megdőlni, és a bokol kapui se vesznek ezen diadalt. Egy muszlim férfi elmesélte, hogy egy nagy vágy volt benne, hogy keresse az Istent, és muszlimként született, élte az életét, gyakorolta a vallásosságát, de ez nem elégítette ki. És eldöntötte, hogy el fog utazni Mekkába. És az volt a vágya, hogy amikor majd ott a sok millió zarándok között
ha elég közel kerülhetek és megérintetem a Kába követ, azt a szent helyet is hozzáérhetek, akkor majd helyreáll az életem, és akkor megtapasztalom a nagy Istent. És ennek a férfinak megadatott, hogy eljutott Mekkába, ott volt a nagy zarándoklaton, sok millió ember között, és nagyon keveseknek adódik meg, hogy abban a körbe-körbe mozgó zarándoklatban közel kerüljenek a Kába kőhöz. Ez ennek a férfinak megadatott. A legbelső körig be tudta magát préselni, és hozzáért a Kábához. És abban a pillanatban, amikor megérintette a Kába követ, egy hangot hallott magában, ami ezt mondta, te nem ide tartozol, Jézus vagyok, keres engem. Ez volt a mondat. Azt mondta, ez most mi? Eljöttem az iszlám világ bölcsőjéhez, a központhoz, a legszentebb helyhez, és megérintettem a legszentebb és számomra a legnagyobb becsbe tartott tárgyat ezen a földön, és megszólít engem a keresztények Istene? Ez mi? Ki ez az Iszák? Ki az, aki engem megszólított? És érzett a mellkasán egy érintést, egy kéznyomot. Hazament, és azt látta, hogy egy kéznyomban kifehéredett a szőr a mellkasán. És azt mondta, hogy ezt én nem álmodtam. Elkezdte keresni ezt a Jézust, megtalálta, és nem csak ő, az egész családja az Isten élet azóta. De gondoljunk már bele abba, hogy mit gondolhat egy kisebbségben, elnyomottságban élő keresztény, üldözött egyház a Közel-Keleten, hogy itt minden az iszlám. 99%-ban, itt minden az iszlámról szól, és minket elnyomnak és üldöznek. De gondoljunk bele, hogy ki az Isten, aki azt mondja, hogy ha kell, én a Kába kő mellett foglak téged megszólítani. Nekem az nem akadály. Nekem nem akadály Szaúd-Arábia. Nekem nem akadály semmi. És lehet hallani sok olyan bizonyságot, hogy imámok, vezetők térnek meg, és mondják azt, hogy nincsen nagyobb, mint Jézus. Nincs nála nagyobb, mert ő az Isten. Látod-e ilyen nagynak az Istent az életedbe? Amikor összehívod otthon a családot, hogy gyertek, imádkozzunk, mert baj van, akkor látod benne az oroszlánt, aki mikor megmordul, akkor mindenki visítva menekül előle, mert ő a király. Látod királyként az életedben? Látod így? Amikor azt mondja neked, hogy igen, nagyobb vagyok. Nagyobb vagyok, mint Ábrahám, de nagyobb vagyok, mint a te problémád. Arra kérlek most téged, hogy nevezd meg csupán magadban azokat a problémákat, kihívásokat, megoldatlan helyzeteket, amikkel most küszködsz. Csak adj nekik egy nevet. És mondjuk hármat, négyet. Szerintem könnyen össze tudunk talán szedni, nem? Nem kell órákig ezen gondolkodni. Akár egy olyan orvosi papír, amire azt mondja a tudomány, hogy eddig jutottunk, emberileg nincs megoldás. Vagy akár egy olyan élethelyzet, egy olyan házastárs, akiben már feladtad, hogy ez az ember változni fog. Kutyából már nem lesz szalonna. Vagy egy olyan gyermek, aki most elutasított és a maga feje után jár. Vagy egy olyan szülő, sorolhatnám még. Vagy egy munkahely. Vagy épp az, hogy nekem, társam lesz, már annyiszor csalódtam. Ha ezt most meg tudod nevezni, és tudtál egy nevet adni a problémáidnak, akkor hadd mondjak egy örömhírt, hogy van egy név, amely minden név felett való. Ezt mikor először megértettem, ez engem úgy felszabadított, hogy Uram, én eléd hozom ezeket a helyzeteket. És megneveztem az Istennek 5 olyan dolgot, ami túlmutat rajtam. És az Isten azt válaszolta, hogy az 5 nevedre én egyet adok, de ez mindegyiknél nagyobb lesz. És hozd csak elém, nevezd meg ezeket a dolgokat, és mindegyik azzal fog találkozni, hogy kisebb, mint én. Isten megnevezi Tókiót, és én mondom neki, hogy de itt van London, nem, nagyobb. De itt van New York, nem, Tókió nagyobb. De itt van Budapest, nem, Tókió nagyobb. De itt van Sydney, nem, Tókió nagyobb. És Istennek mindig az lesz a válasz, ami a legnagyobb. Ő maga. És hozom Isten elé, Uram, hogy lehet imázat építeni? Ebben a korszakban, hát úgy felment az építőiparban, minden duplája az ár, és nincsenek mesteremberek, és hogy lesz? És az Isten azt mondja, hogy nevezd meg nekem ezt a problémát, mert az én nevem nagyobb ennél. Hogy lehetett imázat építeni a háborúk közben, háborúk időszakban? Úgy, hogy az Isten nagyobb. Arra bátorítlak, hogy nyíljon meg a szemed, hogy a próféta kérte az Urat, hogy Uram, nyisd meg ennek a szolgának a szemét, hogy lásson. És akkor megnyílt a szeme, azt látta, hogy a völgy az tel is tele van az Istennek a seregével. És arra kérlek ma, hogy engedd, hogy az Isten megnyissa a szemedet. Emberileg látunk dolgokat, emberileg talán látjuk, mint,
Dávid ezt a Góliátot, hogy Uram, ez nagyobb. Ez túlmutat rajtam. Én erre nem vagyok elég. De az Isten azt mondja, hogy bíz bennem. Sose kér arra minket a Biblia, hogy a saját önbizalmunkba bízzunk és álljunk a tükör elé, és mondjuk naponta sokszor, hogy Uzsonyi Barnabás, nézd bele, meg tudod csinálni, te egy erős ember vagy. Nem erre bátorít minket az Isten, hogy az önbizalmunk legyen erős, hanem hogy az Istenbe vetett bizalmam. És ezzel együtt jár, hogy helyreáll az identitásom Krisztusban. És látom azt, hogy ki vagyok benne, de a bizalmam az Istenbe lesz. És tudni fogom azt, hogy Uram, ez túlmutat rajtam ez a helyzet. Akiért most imádkozni fogok, vagy ez a megoldatlan dolog, de én bízok benned, hogy te vagy az Isten. És a te szavadra van változás. A te nevedre van szabadulás, a te nevedre van gyógyulás, a te nevedre oldódnak meg a helyzetek. Nem az enyémre, de én benned bízok, mert te nagyobb vagy. Van-e ilyen Isten hited? És nagyon fontos, hogy lásd a kettőt. Ha nem látod a bárányt, akkor elkezdesz félni az oroszlántól. Mert félelmetes. Mert amikor János meglátta, holtan esett szinte össze előtte. De látnod kell az oroszlánt, és látnod kell a bárányt. Ahogyan egy, ugyanabban az időben az a kettő egy. És oda mehetek hozzá, ahogy az előző alkalommal néztük, mint édesatyámhoz. Az ölébe ülhetek, és elmondhatom neki, hogy édesatyám, rossz napom volt. Elmondhatom neked, hogy mi van bennem. És ahogyan a óvodából hozom mindig haza a fiamat, mindig kifaggatom. Na mi van? Mi újság? És mindig elpanaszolja az ő nagy dolgait, hogy ő nem kapott ma ajándékot. De miért nem kapta? Hát mert csak a szülinapos kapott. De ez olyan igazságtalanság. Hát de neked nincs, de szülinapom van, de nincsen is. És nyilván neki ez a legnagyobb dolga most, hogy ő miért nem kapott szülinapi ajándékot. De én az apja nem röhögöm ki, hanem ő neki ez az, ahol most küszködik, ahol szenved. Valami ilyesmi problémák vannak, amikor odaülök az Istenhez, és elmondom neki, hogy mi történt ma velem. És az Úr kinevethetne, és mondhatná, hogy tényleg ez a problémád, de nem ezt teszi. Hanem az ölébe vesz, megtörölget, megsimogat, megvigasztal, és megmutatja nekem, hogy milyen az ő családjához tartozni. Kell ez, hogy meglegyen az életemben. De kell, hogy lássam Jézust úgy, mint a seregek kapitányát. Aki odaáll a hadsereg élére, és azt mondja, hogy kövessetek, harcol megyünk, és én megyek elől, mert én vagyok a seregek vezetője. És amikor imádkozok, akkor tudjam azt, hogy ez az Isten az, akit én megszólítok, akinél nincsen nagyobb. Egy barátom elmondta nemrég, hogy elmentek a Közel-Keletnek több területére, és azért mentek, hogy imádkozzanak. Nem beszélték a nyelveket, meg nem sok lehetőségük volt, de amit ott töltöttek napokat, megállás nélkül imádkoztak azokért az országokért. És elmondta, hogy nagyon érdekes volt, hogy az egyik városban az a hotel, amit ki tudtak bérelni, és ahol a szállásuk volt, az a város központjában volt, és ahogy kinyitották reggelente és este az ablakot, és a teraszon imádkoztak, néhány méterre volt tőlük az ország legnagyobb mecsetje. És azt mondta, hogy döbbenetes volt kiülni a teraszra, látni egy óriási, monumentális épületet, és imádkozni Jézus nevében. És tudni azt, hogy Jézus nagyobb, mint amit én most itt a szememmel látok. Imádkozni azért, hogy Jézusom, te legyél az, aki bevonulsz ebbe az országba. Ki tudsz ülni az életemnek a teraszára? Szembe a problémád, még mindig ott van, még mindig monumentális, és tudsz imádkozni így, az Istenhez, hogy Jézus nagyobb. A farizeusok feltették ezt a kérdést, hogy nagyobb vagy te? Kinek mondod te magad? De az egyik legfontosabb kinyilatkoztatás lett ebből, hogy Jézus elmondta, hogy én vagyok. Ezt mondta a vízen, amikor a tanítványok kétségbe estek, Jézus azt mondta, hogy ne féljetek, én vagyok. És ezt mondja ma neked az Isten, hogy én vagyok. Emberek változnak, idők jönnek, mennek, de én vagyok. Minden változik ezen a földön, de én vagyok. A problémáid jönnek, de én vagyok. Tudod-e Isten elé hozni ma így az életedet? És tudsz ebbe így megerősödni azzal a bizalommal, hogy az én apukám, az én mennyei édesatyám, az Isten. És pont, nincs ellenfele. Nem szokott szkanderezni az ördöggel, beszéltük nemrég csütörtökön, bibliórán, nem izzad bele, mert ő a mindenható. Egy teremtménye lázott fel ellene, ő a győztes.
Ő az, aki legyőzött mindent. C.S. Lewis azt mondta, ezt az idézetet hadd osszam még meg, hogy az ördög tarkóján egy sebhelyes lábnyom van. Mert eltaposta az ellenséget, az ősi kígyót. És a lábán sebhely van, mert a profécia megmondta, hogy a sarkát fogja megmarni. De eltaposta. És tudod-e így hozni az életedet? Ezzel a bizalommal az Istenhez. Egyszer bemutattam még nagyon-nagyon régen egy videót arról, amikor egy kis medve, kerül a kamerába, akit üldöz egy, talán egy, nem is tudom, tigris volt, valami nem túl kedves macska, és hogy üldözte, ő menekült, és egyre-egyre kíjjelebb került, és már a folyónál tartott, és már nem tudott hova menekülni, és próbálkozott azzal, amit látott az anyukájától, hogy ráordít arra a hatalmas nagy állatra, és működött. Mert ráordított, és a videóban egy hatalmas hang szólal, meg recseg a hangfal, hogy honnan van ennek ekkora hangja. És azt látjuk, hogy a tigris farkát behúzza, menekül, és a kamera ráközelít a kis medvebocs mögött ott az anyuka. Aki körülbelül ötször akkora, mint a medvebocs, és azt mondta, hogy aki ehhez a bocshoz akar nyúlni, annak velem gyűlik meg a baja. És a tigrisnek esze ágában nem volt utána a közelébe kerülni. Valami ilyesmi sokszor az életünk, hogy nem látom, hogy hol van az Isten, sokszor nem tapasztaljuk, nem látom minden élethelyzetben benne, de az Istenhez jövök, hittel imádkozok, könyörgök, kiáltok hozzá, és egyszer azt hallom, hogy megszólal a júdabeli oroszlán, és az ellenség menekül, és fut nem előlem, hanem attól, akivelhez tartozok, és attól, aki az én édesatyám. Én szeretném, hogyha tudnánk most meghajtani fejünket, és tudnánk így az Isten elé jönni, és arra kérlek, hogy most idézz fel magadban azokat a nehézségeket, amikkel küzdködsz, amik talán lehet, hogy már hónapok óta, évek óta mindig visszaköszönnek, vagy lehet, hogy valami most sokkolt az elmúlt időben, és ami elkeserít, ami olyan, mint Góliát. Mit tudunk Góliátról? Azt tudjuk róla, hogy minden reggel azzal kezdte, hogy ordibált az izraeli katonáknak, és gúnytűzött belőlük. Innen ismered fel a Góliátodat, hogy reggel felébredsz, és jönnek, újra jönnek a félelmek. És az ördög, mint egy Góliát ordít feléd, és gúnytűz belőled, és az Istenedből. És hallod, és hallod, és hallod, ahogy reggel is, este ezt teszi, nem tudsz tőle elaludni, reggel ez az első gondolatod. De Dávid az volt, aki ezt meghallotta, és azt mondta, ki ez a senkiházi, hogy ezt meri mondani. És arra bátorítlak, hogy beszélj ezeknek a félelmeknek az Istenedről, arról, hogy ki a te Istened, és hogy kihez tartozol. Most szeretném, hogyha tudnánk imádkozni és meghajtani mi fejünket. Néhány testvért kérek, hogyha Isten megérintett minket, és valamit szeretnénk most úgy hangosan és eléhozni, akkor ebben az ima közösségben tegyük ezt most meg. Imádkozzunk.